Sziasztok, Szatmári Viktor vagyok a Scarab Research-től. Ezt a kis intrót csak... Ide? Szóval ezt a kis intrót csak azért raktam be, hogy érzékeljetek, hogyha Kínával dilleltek bármit, akkor rendkívül furcsa élményekben lesz részletek, és így nem nagyon lehet érteni, hogy ez most mi, miért van az a szárnyas WC-papír, meg egyáltalán miről szólt ez egész. Mielőtt rátérek egy kicsit bemutatom, hogy mit csinálunk. Ugye a Scarabban ajánló rendszereket fejlesztünk, amit most már több száz kereskedő használ világszerte, tényleg elég sok földrajzi részen, és akkor így kerültünk oda, hogy például az Old Navy-nek a kínai ága is szeretné használni az ajánló rendszerünket. Ugye itt arról van szó, hogy személyre szabott ajánlásokat rakjunk egy kereskedő boltjába, és akkor nyilván felmerül, hogy ez egy ilyen software as a service JavaScript-ként beleül, és akkor egy ilyen low latency szolgáltatást kéne működtetnünk. Ugye Kína híres a tűzfalairól, illetve egyéb falairól, ugye építettek szép nagy virtuális falat is maguk köré, elsősorban azért, hogy cenzúrát tudjanak gyakorolni. Ez tulajdonképpen minket amúgy nem biztos, hogy kéne, hogy mint üzlet érdekeljen, de annyiból kínos, hogy rendkívül magas hálózati késleltetést is eredményez. Hiába mi nem politikai jellegű, vagy szóval nem ilyen szempontból nem szenzitív dolgokkal foglalkozunk, de ugyanúgy érint minket több másodperces késleltetések, blokkolások, ideig eltűnik teljesen a forgalom, tehát hogy egy teljesen használhatatlan kapcsolat van igazából az ő internetük, meg az igazi internet között. Úgyhogy akkor nézzük meg közelebbről, ez Nixon elnök látogatásáról válogattam pár szlájdot. Hogy mi is történik itt. Ugye mi egy kicsit azt gondoltuk, hogy hát azért nem kéne, hogy annyira rossz legyen a helyzet, hiszen mi már régóta egy olyan CDN-t használunk, aminek például Ázsiában is van rengeteg nódja, és hát ott mondták, hogy Hongkong, Kína, hát az akkor biztos ott, az már Kínában van. Hát nem, tehát hogy Hongkong az mai napig sem Kína része bizonyos értelemben, így a firewallon kívül eső régióról beszélünk, és hát gyanúsan nincs semmi más a listán, ami Kínában lenne, és hogyha körülnézel, akkor senki másnak sem nagyon van ilyen a listáján, nem véletlen ez a dolog. Mi nagyon régóta már az Amazon Web Services-en futtatjuk az infrastruktúránkat, és akkor nagyon megörültünk, hát ott van, hát írják, hogy AWS available in China, sort of. Tehát, hogy ez a limited preview, ez egyébként nagyon érdekes dolgokat takar. Az egyik az az, hogy hát csak ugyan tudsz rá regisztrálni, meg hitelkártya, szóval ez nem így működik. Ez egy teljesen független entitás a többi Amazonos infrastruktúrától. Tehát ez tényleg egy külön cég, külön infrastruktúrával, teljesen másképp működik. Kína internet szolgáltatóknál van valójában hostolva, szóval egy egészen érdekes képződmény, és nagyjából nem is azokat a szolgáltatás, hogy egy részét nyújtsa csak a megszokott dolgoknak. Jó, de hát akkor regisztráljunk ide, hát lehet őket kérni, hogy nyissanak nekünk accountot, de rögtön az első dolog, ami akkor ilyenkor belefutsz, hogyha ezt próbálod, hogy valójában ez kell neked legyen egy kínai céget, ahhoz a céghez kell egy úgynevezett ICP BAMT kérni, ami ez az Internet Content Provider License, aminek lényegében az a folyamata, hogy küldesz egy ilyen fejlécen egy valamit, aminek ilyen pecséteket nyomsz az aljára, a kínai kollégáid, akik már ott megcsinálták ez a céget természetesen, és akkor vársz kb. Egy hónapot, és akkor kapsz vissza egy engedélyt, aminek nagyon örülsz, hogy te most már szolgáltathatsz az interneten, akár egy websájtot is felrakhatsz oda. Ez egy hónap. Mellesleg utána kérdeznek még ilyen keresztkérdéseket, hogy az úgynevezett FAPIAO-hoz küldjünk valami információkat, és akkor próbálod értelmezni, ez vajon mi lehet. Ez a FAPIAO, ez az áfás számlának a helyi megfelelője, ami egyúttal egy kaparó sorsjegy is, ott a jobb szélén, és hogyha levakarod, akkor az is kiderülhet, hogy nyertél egy kis pénzt. Jó, de hogy sikeresen elindítottuk a számítógépünket, akkor most már az amolt, tehát hogy van engedélyünk, helyi cégünk, stb. Elindítjuk a szervereinket, és hát azzal kell szembesülni ezzel, hogy ezeket a portokat, amiket ott látsz, ezeket azért még nem engedték ki, mert hát az még... Az nem tudom, fontos-e, de hogy azt, ha mégis kell neked, akkor azt beszéljük meg. Úgyhogy akkor azt külön megbeszéljük. Ez egyébként itt a gratuláló levél, hogy akkor ezt most sikerült megbeszélni, és minden jól sikerült. Tehát, hogy akkor most már azt gondolhatjuk, hogy jó, hát akkor ezt megoldottuk, ezt a kínai hostingot, hiszen ott ülünk mi is ugyanabban az infrastruktúrában, és mint a kínai kollégáink. De azért valahogy mégiscsak lassan megy ez nekünk. Vajon miért lehet ez? Mit felejtettünk el?
Hát igen, az is van, hogy, hogy ugye a szolgáltatásunk az nem csak egy IP cím, hanem hogy ott egy névfeloldás is megelőzi ezt a folyamatot. Gyengébben kedvére akkor itt a DNS lookupról gyorsan gyors talpaló, hogy ez úgy működik, ez egy ilyen hierarchikus lookup, van benne mindenféle cache-elés, de röviden az, hogy van egy valamilyen rootname szerver, megkérdezi, és az a .com ezért kifelel. Hát van egy TLD nameserver, ami mondjuk a .com-nak a Verisign által üzemeltetett nameserverei, aminek egyiket sincs Kínában ugye, akkor attól megkérdezzük, hogy a fukkomért kifelel. Jó, hát az authoritative nameserverünk, akkor onnan kérdezzük meg, hogy a www.fukkomért kifelel, és akkor végül megtudtuk az IP címet. Az látható, hogy itt elég sok kommunikáció előfordulhat, hogyha nincs cache-elve éppen, ami, hogyha ez szintén ki kell menjen a firewallon, akkor megint megette a fene az egészet, mert hiába van ott a szerverünk, hogyha az elején a host lookup az nem működik, vagy másodpercekig tart, akkor nem lesz jó. Ugye mit lehet erre csinálni? Hát használjunk például egy kínai DNS providert az authoritative name szervereinkre. Vicces módon ugye az Amazon egyébként szolgáltat DNS, de itt Kínában nem nyújt ilyen szolgáltatást, és akkor megy a fejvakarás, hogy akkor vajon milyen kínai nyelven beszélő weboldalon, hogyan lehet ezt megoldani, meg lehet oldani, nem egyszerű. A másik dolog ugye, hogy a TLD népszerver, tehát a .com miért sem menjen külföldre ugye időnként, ezért az is fontos, hogy akkor egy .cn-t regisztráljunk, mert annak a TLD népszervere viszont Kínában van. Na és hogyha ezeket mind megoldottuk, akkor még reméljük, hogy a rootnames mindegy, az már valaki cache-elje be, az nem a mi problémák. És akkor végül, most már tényleg örülünk, akkor lehet egy low latency webszolgáltatás, vagy hát egy normálisnak nevezhető webszolgáltatást ezek után Kínában üzemeltetni. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, még meg akartam köszönni egyrészt a kínai kollégáinknak a segítséget, mert anélkül ezt nem lehet megcsinálni. Másrészt Szendály barátomnak a különböző hálózati feltérképezésekben nyújtott segítségét. Köszönöm, most lehet. Kérdések jöhetnek. Attól függ, ez is olyan, de alapvetően lehet más nemzetközi szolgáltatóknál is regisztrálni, de ez is egy ilyen képlékenynek tűnő, időnként elveszik ezt a... Milyen fogjuk regisztrálni? Bármilyen .ch-t, vagy De most úgy tűnt, hogy ezt lehet regisztrálni nagyjából, bár ott is van egy ilyen Kínában még valaki lepecsételi a papírokat folyamat, de... Ott úgy különösebb kérdezősködés már nem volt ezzel kapcsolatban. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor a szoftveretek teljesen Unicode támogatott? Igen. Igen, a kérdés az volt, hogy Unicode támogatott a szoftverük. Igen, eléggé, és ez más nyelveket, tehát még jobbra-balra írós is. Ez egy sikersztori, tehát megoldottátok, vagy most meglátjátok az alapvetőjét? A kérdés az, hogy ez egy sikersztória. Igen, szerintem annyiban sikersztória, hogy tökre megoldottuk, annyiban kihívásokat is jelent, nem tudom, ki ismeri a Netflix-féle Simian Army-t. Senki? Jó, egy pár, de bemondom mi az, tehát hogy mindenféle Netflixnél van egy ilyen infrastruktúrális elemeket elrontó szoftverek, amik direkt azért vannak, hogy szimulálják különböző problémákat, hibákat. Na most, hogyha Kínában hostolsz, és mondjuk ezt távolról menedzseled, vagy bármiféle adatcserét próbálsz, akkor értelemszerűen beépítve kapsz az egyik monkeyt, a latency monkeyt, meg a hálózat elrontó monkeyt, tehát hogy ezek így vannak. Tehát ilyen értelemben azt mondom, sikersztori, de azért tehát működik jól a szolgáltatásunk, helyben remekül elérhető. Nekünk azért még egy pár ilyen ongoing kihívást jelent, hogy például úgy tűnik, ezt nem tudok bebizonyítani, hogy bizonyos adat forgalmak, tehát ami ismétlődő adatcseréinknél bizonyos paketeket egyszerűen nem szeret. És akkor ott azt nem tud átpuszkolni a hálózaton, és akkor valahogy tovább kell ugratni a rendszeredet, hogy ne pont ez a paket legyen, ne úgy, mert ez így nem megy. Meg nyilván az időleges kieséseket túlmenően vannak olyan kiesések, amik egyszerűen reprodukált, hogy ott mindig ez a kommunikáció így elhal, és akkor erre varjál gombot, tehát hogy ilyen kihívásokat jelent még. Most milyen forgalmatok van, tehát nem pénzben, hanem bármi másban, és hogy ez a cenzorálása az adatoknak az érintiteket bármilyen szinten, tehát ebből láttatok valamit? Vagy kérdés, ha Kínán belül van, akkor ez már teljesen... Igen, kérdés akkor kettő volt, az egyik, hogy milyen forgalmat bonyolítunk, gondolom a kínai infrastruktúrára kérdezel, illetve hogy milyen cenzúra alá esik a belső hálójukon lévő forgalom, ha jól értem. A
Az utóbbira igazából nem tudok rendesen válaszolni, mert hát nem vagyok én ott, hogy azt nem tudom. Azért csinálunk olyasfajta ilyen end-user monitoringot, ami külön sztori volt, hogy Kínában hogy oldod meg azt, hogy valódi végpontokról, tehát hogy ilyen otthoni felhasználók, last mile, mérések legyenek, arra is találtunk egy remek kínai felületet, arra sem csináltam most screenshotot, de az is egy komikus, hogy ezt próbálod ott kisilabizálni, hogy ott van egy ilyen grafikon, meg 400, és akkor, hogy vajon ez most mi? De mindegy, tehát hogy vannak ilyen számaink, amik szerint azt hiszem jól működik, úgyhogy minden, de azért ezt nem tudom teljesen 100%-osan igazolni, meg nyilván nehéz is, hogy akkor most mit rontottak ők még el. Meg amúgy is azért elég weird infrastruktúrájuk van úgy összességében, tehát hogy ez a peering dolog sem úgy működik, hogy hát akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy az internet szolgáltatókat cseréljék ki a forgalmat, ez nem pont úgy működik, hogy gyakorlatilag két nagyobb ISP-re osztik szét az ország, furcsa. Tehát hogy azok között azért nehéz kiespélni. De mindegy, tehát hogy vannak bajok, meg hát egy borzasztó nagy területről beszélünk, tehát valószínűleg azért nem mindenhonnan ugyanolyan jó, de azért jó. A forgalom ott még egyelőre viszonylag kicsit, tehát mondjuk egy ilyen pár, most mint 3-4 kereskedőnek a kínai forgalma, ezek nem annyira meg a giga forgalmak még, tehát mondjuk a globális forgalmunkhoz képest ez még egyelőre pár százalékot jelent csak. De nem egyszerű. Igen. És szabad használnatok valamilyen titkosított protokollt? Ez egy nagyon jó kérdés az volt, hogy szabad-e használunk valamilyen titkosított protokollt. Úgy tűnik, hogy igen, de hogy erre egy egyértelmű választ nyilván nem nagyon kapsz. Tehát, hogy persze SSH-z benyugodtan a számítógépedre, ezzel nem nincs senki baj. Tehát azért alapvetően itt is tartalmilag, tehát hogy azzal lenne a problémák, mint egy politikai, vagy nem tudom, de hát azért itt nyilván egy nem jól definiált. Tehát hogy inkább az van, hogy ha pár titkár elvette az igazolványodat, akkor nem tudsz olyat csinálni, és majd utána nézel, hogy miért nem. Erre magam is keresem a választ, úgyhogy majd kiderül, azt hiszem. Igen. A webserver és a DNS-server mondjuk Amerikában vagy Európában, akkor Kínában annyira érzékelhető ezt teljesítőben, hogy... Tehát a kérdés az volt, hogyha bárhol másút van szervered, akkor ez annyira érzékelhető a... Abszolút. Tehát hogyha Hongkongban, ami Kína, tehát hogy földrajzilag ugye azt tippelnéd, az is ugye a firewallon kívül esik, és már onnan is szörnyű latency, packet loss, stb. Tehát egyen másodperces késleltetések. Egyébként a hazai hálózatuk sem annyira jó, de azért ennyire nem rossz, tehát mondjuk jóval, tehát tizede lehet a latency, de azért, ami még mindig pár száz millisekundumról beszélünk, de hogy abszolút érzékelhető, és hát nagyon türelmes kínai emberek használhatják ott az internetet, mert még a hazai sem annyira szuper, de hogy külföldre. Egyébként azt olvastam valami statisztikában, hogy a kínai web ökoszisztémában az outgoing linkek, tehát hogy mire linkelünk, annak azt hiszem csak a 8-10%-a megy külföldre. És ennek nyilván egy ilyen tartalmi oka is vannak, meg nyelvi, de hogy azt hiszem, hogy az is, hogy egyszerűen minek linkelni érte bármilyen, amit úgysem lehet elérni normális szinten. Mondjuk ez azt jelenti, hogy a Google, vagy a Facebook, vagy a Bing ilyen nagyobb cégek mind Igen, tehát a kérdés az, hogy bárki, aki ott akar bármit csinálni, az meg kellett, hogy csinálja azt, hogy ő az infrastruktúrát futtat valahogy? Igen, biztosan. Tehát a legjobb használhatatlan gyakorlatilag. A webes standardportoknak a kérdés az, hogy megoldottuk, hogy a webes standardportokat engedélyezzék nekünk. Igen, tehát hogy az volt ott a sikerlevél, hogy gratulálunk, ezt akkor engedélyeztük. Ezek mind olyanok, hogy minden mégis meg lehet csinálni, amit akarsz megcsinálni, csak pontosan még ilyen emberekkel kell beszélgetni, vagy léci, meg de még mit csinálsz? Hát, hogy ilyen webszolgáltatás, meg jó, de hogy ott milyen tartalom, és akkor így szépen el kell magyarázni, hogy tehát ilyen féle compliance ügyosztályszerűséggel meg kell tárgyalni, hogy akkor mit akarsz, és miért akarod te azt, és nem lesz ebből baj. Tehát, hogy ez valahol a válasz erre is, hogy titkosítás, hát oké, megbeszéljük, tehát, hogy biztos vannak még egyéb módszerei annak, hogy meggyőzhesd a pár titkárt arról, hogy ez kell ez a szolgáltatás, és valószínűleg, ha elérsz egy bizonyos skálát, azt tippelem, hogy abba is belefutatunk meg. Nekem az a kérdésem, hogy az ottani felhasználók és ottani partnerek, hogy a weboldalában ez van, nekik, tehát ők nem az, hogy ez a minőséghez vannak hozzászokva, és ezért valójában néhány száz millisekundum az itt teljesen rendben van, és hogyha néha kiesés van, az itt teljesen rendben. Hogy ők elégedettek ezzel szerintem? Tehát ez a normál eljárás ott, és ott ez így... Tehát, ha jól értem a kérdést, akkor az a kérdés, hogy mondjuk egy kínai online kereskedő, az hozzászokott-e ahhoz, hogy minden rettentő szar? Nem, tehát hogy ő Kínában hoztol
since day one, vagy nem tudom, tehát hogy ő azt csinálja, ezért ő neki csak annyira szar, mint bármi más, ami ott fut, de hogy mondom, nagyságrendben, tehát hogy 10-szer rosszabb latency, meg iszonyatos packet loss tapasztalható, hogyha a firewallon kívülre mész. Tehát nem, ahhoz nincs hozzá, akkor ezért szeretné ő is azt, hogy mi is ott szolgáltatunk. És azóta, hogy sikerült ezt még csinálni? Nem. Tehát, hogy ez megoldotta a problémát. Nálad fel sem merült üzleti döntésként, hogy esetleg az anyaországon belül Shenzhenben, Chongqingben, vagy Pekingben bérhelyetek szerve? Fizikailag, tehát a kérdés fölmerült, de hogy üzletileg, hogy ott, de hogy ez van, tehát hogy ez történt volna. A Hongkongot nem mindenki. Nem, tehát azt félreértetted, nem arról beszélek, hogy Hongkong az nem Kína, tehát az nem jó, ez Pekingben van, az AWS-nek a kínai infrastruktúra, ami egy tök független valami, semmi köze a AWS. Igen, tehát hogy az a ben vagy, és ugye még egyszer, hogy ezt az ICP license, ezt tudod, tehát külföldi bárki, az nem. Tehát, hogy helyi cég, helyi emberek, ott megbeszélik, és akkor lehet ilyet csinálni. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy üzleti döntés, ezt tudod csak csinálni nagyjából. Utolsó kérdés. A kérdés az, hogy IPv6 megy-e ott, ezt még nem vizsgáltam be hatóan, hogy őszinte legyek, tehát nem tudok erre azt mondani. Jó, akkor köszönöm a figyelmet!